Hang és a Barcelona 9. helyen áll a férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszában, miközben vezeti a spanyol bajnokságot. Az európai elit sorozat élén a Fenerbahce áll a Real, a CSK és az Anadolu FS előtt. Az első nyolc megy majd a rájátszásba. Őszről és kilátásokról Rádoni Kristóf kommentátorunk és Puskás Artur szakkommentátorunk duója. Dú Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Vágjunk egyből a közepébe a hanga Ádám, hát induljunk az origóból. A Barcelona idén sokkal jobban áll, mint tavaly, de hogyha most szorzókat keresünk és benyomásokat a részletekről, akkor, akkor mit mondtok, bejut a rájátszásba? Nagyon hat. Ha a, most, a, határon, nem? Ha, ha, ha a mostani formájukat nézzük, és nem Ádámnak a teljesítményét, akkor, akkor ez nagyon-nagyon ez ilyen békanyáras be, bejutásnak tűnik. Jól kezdték a szezont, váratlanul jól kezdték a szezont a, 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 a nagy, nagy és talán Gran Canaria-n váratlan e, vereség után. Tehát 0-2-vel indultak, és aztán talán nyertek, szerintem 5-5-ös zsinórban, talán 6-ot. Hát most 6-6-nál hat vannak. Igen, 6-hatnál, akkor 6-ot nyertek Igen. zsinórban, és, és azóta valami, valami megint megtört. Ádámnak egyre jobban megy, a, a csapat viszont egyelőre döcög. Pont ez a következő, oka, ezen érdemes tovább menni, hogy a csapat teljesítménye, meg Ádám teljesítménye, az hol stimmel, meg hol válik el egymástól, vagyis hogy mennyi, mennyit tud ő hozzátenni, és hol hát ugye nyílik szét az olló közte meg a csapat között. Szerintem ő nagyon sokat tud hozzátenni, és nagyon hiányzott akkor is, amikor ment a szekér az nyilvánvaló volt azokban a periódusokban is, hogy Ádám azért elfér majd ebben a Barszában. Az most a, hogy mondjam, az erős túlzásán azt mondja, az ő egyéni drámája, hogy ő egyre jobban játszik a csapat, pedig gyengébb. Tehát azt gondolom, hogy ebbe párhuzamot nem lehet keresni, illetve belemagyarázni. Nyilván egy jó hangára nagy szüksége van a Barcelonának is valahogy. Úgy érzem, hogy nem aknázzák ki Ádámban rejlő potenciál. Továbbra is az az érzés van az embernek, hogy úgy, úgy használja őt Pesics mester, de nem arra, meg nem annyit, ami igazán benne rejlik, mert ugye sok ott az éhes száj, sok a sztár, akit jól kell tartani, és pont ez a marionett bábúzás az, ami egyelőre a, a szermesternek nem annyira megy, vagy pedig túlságosan kényelmes, komfortzónás, nem vállal olyan Konf konfrontációt, olyan balhékat ott házon belül, a mi kellene? Csapaton belül a és csapaton a keretben belül. belül, mert hogy, hogy ahogy amire utaltál, Artur, hogy, hogy furcsa, hogy amikor nagyon jól mennek ki, akkor szában kikaptak, és akkor ilyen szempontból nézik azt, hogy hogy már belemenve a részletekbe, hogy miben lehetne, hogy sokkal hasznosabb tagja a Barcelonának, hogyha bátrabban pörgetni a mester, vagy osztaná ki a szerepeket? Szerintem a, 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 a játékperceivel alapvetően nincsen probléma, az egyik legtöbbet játszom. most a hétvégén kikaptak a Malagától a, a bajnokságban, de Ádám megint jó volt, tehát hogy tényleg az a helyzet, hogy hogy, hogy, hogy inkább olyan érzésem van, hogy mintha Ádámban is átfordulna valami, vagy lehet, hogy azt is kell csinálni egy ilyen csapatnál, hogy, hogy ha tetszik, hanem tek mindegy, hogy mi van, meg hogy hogy szerepel a csapat, most az ilyen Furán hangzik azt követően, akik minket folyamatosan néznek, hogy mindig a csapatot tesszük előttérbe, de, de elnézve a többieket, tehát nem igazán látod azt, hogy itt csúsznak, másznak egymásért. Volt egy olyan jelenet most valamelyik mérkőzésen, Tomics kiesett a nézők közé, és olyan 5 másodpercig ücsörgött a, a nézők lábánál, majd valamelyik csapattárs nagy nehezen odafáradt, és egy nézővel együtt felhúzta. Tehát egy, egy jól működő csapatnál, teszem azt mondjuk a fenerbahce ha valaki földre kerül, akkor négyen mennek oda és segítik fel a társat, ez a Barszából hiányzik, és pont emiatt igazán Ádámnak nincs mind változtatnia. Az ő beállítottsága az amúgy is csapatorientált, tehát hogy... Igazándiból nem ő az, akinek a Barsa sikeressége szempontjából változtatni kellene. Világos, ő teszi a dolgát, aztán a Barsa meg zárkózzon fel hozzá. De hogyha már szóba került a Fener, mert ugye a meccsek kb. 40%-án vagyunk túl, és ha ránézünk a táblázatra, akkor mondhatjuk-e azt, hogy a nagyok-nagyok maradtak? Mondhatjuk, abszolút. Tehát ugye a beharangozóban mondhat, hogy az FS, amelyik ott van még itt az élmezőnben, de már most kirajzolódnak azért a végső erőviszonyok, amiket jósoltunk, hogy a CSK, a Real, meg a Fener, a büdzsé, a szakma és mindenféle lehetőség rutin miatt ott vannak az elején, ahol nekik lenni kell, pedig mind a, mind a, három küzdik már most sérülésekkel, ahogy minden csapat is, de hát látszik, hogy azért ott óra műpontosságon mennek a dolgok, és szerintem még közülük is egy szinten kiemelkedik a Fener. Hová lett a tavalyi üde zöld színfolt az Algeris Kaunas? Hát tudjuk, tizedikek, egy ilyen egyszer felfújható lufi lett az a Final Four? Hmm. Idén egyelőre sok a, a, a szoros vereségük, ami, ami, benne van. Tehát vannak olyan szezonok, amikor minden meccset megnyersz, ami, ami, ilyen kiki meccs, ami egy gólos, ahogy labdarúgásban mondják. Idén egyelőre ezek az 1-2-3-4 pontos szoros végjátékos győzelmek nem jönnek. Abszolút van tartása a csapatnak. Hosszabbításban elbukni nagy csapat vendégeként. Azért azt gondolom, hogy, hogy bőven belefér. Van bennük, bocsáss, meg a potenciál, hogy akár a Barszát beelőzve megcsípjék a rájátszást? Van. Van. van, van, van. Ez a helyzet, szóval a Barszának tényleg oda kell figyelnie, mert a szóval kevésbé békanyálasak az érők, nem? Ugyan, ugyanaz, csak a, uh -huh. a, a két büdzsé meg a, meg a célok, tehát hogy a, a, az a különbség a Zságirisz meg a, a Barszák között, hogy hiába, ez az egyik legdrágább Zságirisz valaha, ettől függetlenül, ez még a többi csapathoz mérten egy, egy olcsó, olcsó ö, keret. Tehát ö, csürhetjük, csavarhatjuk, az, hogy ők tavaly ott voltak a Final forban és bronzot nyertek, az egy ilyen isteni csoda. Hát az csoda és a, és a full meglepetés. És, voltak, és ö, rá, ja. de ettől még a nyolc az meg lehet, most kicserélték megint a, a játékmestereket, de úgy néz ki, hogy akiket maga köré gyűjtjük, azok tényleg megtanulnak kosárlabdázni rögtön egyből meglátjuk, hogy, hogy ez mire lesz elegendő, ott lesznek szerintem egyébként a nyolcban. Kik eddig és potenciálisan az idei Zalgiris féle meglepetések, például a már említett Anadolu Efes, hogy tetszik nektek? Szerintem nagyszerű játszanak, ugye a mestert sokszor ekézzük csúnya szóval, és Gulyás Robi az, aki megvédi, akinek ugye volt mestere ott a török időkben és mindig a védelmére áll a mesternek, hogyha olyan anyaga van, akkor ő a saját arculatára tudja formálni. Most úgy tűnik, hogy olyan anyaga van, amelyet a saját arcára formál. Nagyon jól játszik az FS, támadásban nagyon gördülékenyek, nagyon sok jó játékos került össze, sok olyan van, aki bizonyítani akar. Ugye Micsics lett a, az előző hónap legjobb játékos, a szerb iránytó, riszná pont a Zsági Risznál pallérozódott tavaly. Elkerülik egyre őket a sérülések. Kicsit rövidnek érzem a padot, úgyhogy ha ott beüt a krach, akkor megnézném, hogy mit tud majd Láttam a mesterházon belül kavarni, de ha valakit ki kell emelni, akik konstans jó teljesítményt nyújtanak, a nem vártak közül, akkor azok ők. Hát főként a tavalyi 16. hely után, de ezek szerint akkor uh, alapvetően uh, a, a tréner, a trénert nevezhetjük meg, hát meg persze akkor a, a jó játékos cseréket. Jó, abszolút jó változtattak szerintem. Uh, amit az FS hoz, azt hozza a Milano is. Tehát ez a két csapat, akire azt tudjuk mondani, hogy hogy Pált fordultak, Palit. Igen. De hogy olyan nagyon nagy egetrengető szenzáció nincsen, ami pozitív a, a Panathinaikos szereplés, az feltétlenül negatív. Tehát inkább ilyen negatívokat tudunk mondani. Nyilván ez az is lehet, hogy ez ilyen magyaros, hogy mindig azt nézzük, hogy mikor rossz, és hogy minden rossz, de de inkább, inkább, ez az, amit az ember lát szerintem a hát az kérdés, meg, meg a, Bayern helyzet, tavaly nem euróligázhattak, most azonban ott vannak a nyolcadik helyen, hát ők okozhatnak-e meglepetést egy esetleges rájátszással? Szerintem ők ott lesznek a rájátszáson, vagy a rájátszásban. Ugye Derek Williams személyében egy egykori második draftot került hozzájuk, ami óriási fogás, az elején még ott esett kellett az Amcsi, Ugye láttuk a bemutatkozó meccseit, ott nem nagyon érezte a rendszer, de nagyon szépen megtalálták a helyét. Amikor ő pályán van, akkor sokszor az egyéni képességére alapozva játszik ez a szerbekkel teletűzdelt báján. Egy nagyon érdekes mix az övék, hogy nagyon sok fegyelmezett, rakoló szerb játékos között ott van egy ilyen, egy ilyen ö, fenomén gyakorlatilag, mint amilyen Williams. És most úgy tűnik, hogy összeálltak és, és tényleg hozzák az eredményeket. És végül bevallom, bűnöztem, és láttam egy meccset az amerikai konkurenciánál, és az ottani szakértők arról beszéltek, hogy hát hogy az NBA bár próbálkozik Mexikóban, illetve Európában is, de hát Európa felé igencsak korlátozottak a lehetőségek éppen az Euroliga miatt. Ilyen szempontból, hogyha nézzük ezt a sorozatot, és aztán benne éltek, ez a zárt liga, ez hosszú távon is, most már kimondhatjuk, hogy Európa nagyon erős bástyává tesz, igaz? Én úgy hiszem, hogy, hogy az Euroliga színvonala egyre jobb. Pénz is egyre több van ebből fakadóan. Tényleg a, a fiataloknak opció az NBA, és lehet, hogy az NBA 5., 6., 7., 8. embereinek viszont opció az Euroliga. Nem biztos, hogy itt sztárok lesznek, de, de, de megbecsülik őket, többet játszanak. Tehát hogy azt hiszem, hogy, hogy olyan bástya ez, amit, amit, amit nehéz lesz be, bevenni onnan a, a tengeren túlról nem is biztos, hogy sikerülni fog, meg nagyon, tehát hogy nagyon messze, amennyire Mexikó időben nincs messze, annyira mi nagyon messze vagyunk, tehát, hogy a, igazándiból a, a, a piac így is működik szerintem Európában, az NBA felvevő piaca, és nincs benne szerintem annyi pluszban, hogy ezért érdemes volna költeni olyan igazán sokat. Urak, én azt mondom, hogy akkor jó munkát ott a Bástyánál állva nektek a továbbiakban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. szépen.